vagy egy állat vagy. A vadság maga. Na, ez mi volt ez a féktáv? Hát te beinvitáltad magad mellé? Megvan? That's it. Megvan, that's it. Jó, Sumi is pusholhat akkor. Come on. Copy. Szép. Előttünk a két McLaren. Keményen és közepes gumin. De hát kérdés, hogy milyen tempót tudunk menni. Közben hátul jön Mick. Save fuel. Nem nagyon tud közelni. Még a DRS-t itt meg akarom várni. Csak hogyha valaki kérdezi, hogy mi a terv. DRS-en belül kéne maradni. Közben itt egy támadás. Stroll jön mellettünk. Nem engeded, nem engeded. DRS will be active. Jó, de Fettelnek is van DRS-e. Vagy nincs. Nem, majd a következő zónába, itt még nem. Nem engeded be, nem engeded be, ügyes. Miknek fel kéne zárkózni. Egy másodpercen kívül van. Kicsit vissza kéne venni a tempóból. Gumikopást nézem. Jó, ott jön Sumi. Rágyorsítunk kicsit. Az a baj, annyival gyorsabb a Haas az egyenesbe. Hiába előzök. Nézd meg. Van DRS-em is. De már egy másodpercen kívül. Sumi teljesen leszakadt. Nem tudja tartani a többiek tempóját. Jó. Na, nézzük akkor a helyzetet. Szebb az ott megpusolja. Azt egyelőre bírja. Az jó. Nem tudom, hogy mennyire használják a... Deploy. Na, sárga zászló. Valaki crashelt. Hol a replay? Yellow ahead. Copy. Russell! Nézzük, Russell jön. Csapattársa mögött, és kész. Ugyanott, ahol Bottas. Ugyanaz. Rip Russell. Sárga zászló. Nincs safety car. Használjunk egy kis ERS-t, Mick. Use energy. Fettel Norris nyakán. Fettel tartja Norris, de Stroll nagyon jön mögöttünk. Egy kicsit pusoljunk, ne előzzön vissza Stroll. Jó, Mikkel mi a helyzet? Mikk az légüres térbe autózik megint. Saját versenyt futja. Russell megy még. Fettel két pozíciót javított. Micsoda? Oh, oda néz! A négyszeres világbajnok! Ki kell üri, mint mind a két McLaren? Haló? Az igen! Az igen! Egy cél egyenes alatt két előzés. Így örül a csapat. Az inspektor. Nagyon jó. Mick Schumacher kicsit bejött Strollhoz képest, Mick DRS távolságon belülre. Csak kevés ott a battery. Szebb. Gumikopás jó.
nagyon jók vagyunk üzemanyaggal is. Fettel nagyot megy, Norris vissza fogott támadni. Ezt négyszeresbe is nézhetnénk így. Igen, ott azt Fettelnek nem lesz egyszerű megtartani. Nem is biztos, hogy sikerül neki. De küzd, Mick. 4/10-re Norris-tól. Ott ki kéne használni a csatározásokat. Fettel visszaelőzte Ricciardo 12. helyen. A német. Hopp, ott az üzemanyaggal egy kicsit megszaladtunk. Meg az ERS-sel is óvatosan. Jó, DRS-en kívül van Ricciardo. Schumacher! Opa! Várjál, mert itt happening van. Na, toljuk meg azt az üzemanyagot, Mikkel Odeon. Toljuk azt ott meg. Az az instabil, az az a két McLaren, az nem megy nagyot ezen a pályán. Közben ugrunk Sebre, Stroll jön mögötte, 12, teljesen jó. Csak nincsen DRS a Sebnek, Stroll meg jön mögötte. Itt nagyon összeállt ez a fogad. 4/10-re Mick Schumacher. Gyűjtsünk egy kis betörit. Célegyenesre. Fettelt közben Stroll megelőzte, de az még nem marad annyiba. Úgy is van. Gáz! Jó, Mick. És akkor overték. Nem nagyon sikerült spórolni a betörivel. Ez teljesen elrontotta a kigyorsítást Mick Schumacher. Fettel visszavette a pozícióján. Jó. Izgis. Kicsit megtekerjük a dolgokat. 10. kör. Fettel, Ricciardo, Stroll, Norris, Mick Schumacher. Ott a vonat. Cunoda kicsit elment. Fettelnek adunk egy kis üzemanyag boostot. Ricciardo most jönni fog a célegyenesben. De megvan, sikerült. Nagyon jót megy Fettel. 54. Jó. Célon belül vagyunk, az agresszív. Érdekes, hogy agresszívó hagyjuk a gumikat. Mondjuk az tény, hogy a gumihőmérsékletet nem nagyon nézem. Ricciardo megelőzte Fettelt sajnos. De rendben van a gumi is. Jó, ez benne volt a pakliban. Milyen gumin vannak? Közepeseken. Jó, hát más stratégián vagyunk. Sumi kezd leszakadni. Nem nyúkálok kicsit ebbe bele. De Fettel, az ott egy előzési lehetőség. Hol vagyunk? Most vagyunk a célegyenesben. Jönnek ki többen. Nem sikerült elmenni. Jó. Nyugalom. Ábon. Nézem, hogy kik jöttek ki. Nem baj, az most Ricciardo mögött autózgatunk, az nem olyan rossz. Hogy ott vonatozunk. Mick kezd leszakadni egy kicsit. De minden terv szerint halad. Így megy a csatázgatás, teljesen jó. Viszont akkor lehet, hogy egy alává... Te. De nem-e más, mindegy, kijövünk. Kijövünk szebbel. Igen, és közepesre megyünk. Box, chat. Box. Ott is van. Jó, mit pedig megy tovább?
So Sebastian, make sure you get your pit limiter as you come in the pit lane. Azaz. Meg kellene nézni a köridőket. Hogy hogy állunk. 38-1-eket megy Mick. Gasly jön mögötte, mint a gépezet. 38-1, hát igen. Mick simán lassú. De nem baj. Gasly jön Mick mögött. Fettel pedig akkor túrja a közepeseket. Hova jött vissza Fettel? Most lesz a kérdés, hogy McLarennek mikor állnak ki. Ott most előzni kell Fettelnek, úgyhogy arra egy picit figyeljünk. Jó, az a Williams az... Na ne szórakozzunk, kúrjad rá a benzint! Ne, nehogy már a Williams az egyene... Nem, Seb! Copy. Ne! Nem ragadhatunk be! Ez most tönkreteheti a versenyünket, eddig nagyon nagyot mentél, Seb! Nem lehet itt előzni, az a baj. De nincs hol elmenni, hát ez a baj. Most itt, tedd be neki. Na, nem lehet. Majd itt hátul. Kétszeres sebesség. Ahogy is van. TRS. Gasly megelőzte Schumachert, jó, az nem... Na, ne már! Seb! Na jó, most azaz! Oda beteszed neki, azaz! Úgy teszed be neki, ahogy láttad este a... igen. Azaz, jó. Jó. Agresszívbe megcsapkodtuk. Jól mehet. Most Fettele lesz, meg kell nyomni ezt a közepes gumit. Jó, Mick van előtte. Teljesen másik stratégián. Mehetünk. Most Fettel üresen autózhat. TRS nem lesz, de lehet neki túrni ezerrel. Mögötte Stroll iparkszik. Stroll nem előttünk volt, srácok? Alávágással? Kihepajkodtuk, lehet? Mehet a 8-as. Mikor elszórakázgat Gaslyval? Azt mondja, hogy jöjje ki most. Nyugi, kicsit megnyújtjuk azt az etapot. Mert még maradt a gumiba. Még maradt a gumiba, még egy kör, Mick. Jó. Opa! Crash! Na, box! Mick, box! Safety car! Aj, tje. Keményekre, Mick. Na most még ki tud jönni, vagy már nem tud kijönni? Hol van a pályán? Az most a hátsó egyenesbe jön, vagy előre megy az elsőbe? Nem, elő van. Az pont szarul jött ki. Safety car. De akkor most vissza is vehetek mindent, ugye? Tehát most már nem lehet előzni. Safety car. Hát az oké, okay, Fettellel... Fettellel nem jövünk ki. De most akkor konzerválunk mindent. Harvestálod azt is. Így, ugye? Nem láttam visszajátszást, hogy mi van.
De Hamilton és Sainz! Hoppá! Nézzük csak! Sainz próbálna előzni Hamiltont, beteszi belső ívre, és ott egy Hamilton, egyértelműen Hamilton hibája, nincs kérdés, egyáltalán nem vagyok elfogult, teljesen egyértelmű, egyáltalán nem vagyok elfogult, ugye? Ketten kiesnek, kijön ki a boxba? Ez a kérdés. Sokan nem álltak még ki, de sokan a keményen vannak, ugye? Nem tudom, hogy lesz-e itt meglepő stratégia. Egyelőre nincs a boxba senki, ha jól látom, de majd még csak most érnek oda. Egyelőre nincs box kiállás. Összegyűjti a mezőnyt a safety car. Mik most jön ki? Hova tud visszajönni Mik Schumacher? Mik Schumacher, visszajött Vettel elé? Hoho! Na várj, aha! Hoppá, 12-10... Aha! Aha. Érdekes. Jó. Van-e, aki még... Igen, Norris még nem jött ki. Két Alpine, Joe, Verstappen. Érdekes lehet. Na ez már futam. Már rég vége kellett volna legyen a streamnek. Ez már futam. Safety car megvárja a mezőnyt, gondolom. Nem nagyon akar összegyűlni a mezőny, nagyot megy a safety car. Energy's good. Copy. Copy. Úgy. Na lássuk itt, hogy van leprogramozva a safety car. And obviously no overtaking until the control line. Okay. Most jön be a safety car, stop! Most jön be a safety car! És milyen jó a zene. Dö-dö-dö-döm. Dö-dö-dö-döm. Jó. Hát szerintem most már azon nem, most már itt átállíthatom adtakra őket, nem? Most már most csak nem használja el. They'll come to us. Understood. Na nézzük. Igen, az a baj, hogy Vettelnek Mik Schumachert kéne támogatni. Az a baj, el kéne engedni Vettelt. Nem? Mert közepeseken van. And when we restart overtaking, we'll be from the control line. Okay. Hát, hogy Vettelnek ez a pusolós köre. Jó, nézzük! Vettellel utazunk, Mik Schumachernek el kéne őt engedni. Lehetőleg minél előbb, azaz. Nagyon jó. Kiváló csapatmunka. Úgy, és akkor lehet neki túrni ügyesen. Szép munka volt még, csak még ne előzd vissza, de ez csak nem fog megtörténni. Gáz! Jó, ezt majd a hátsó egyenesbe pusholjuk az ERS-t. Előttünk Ricciardo. Friss keményeken. Majd a hátsó egyenesbe ráeresztjük az ERS-t is. Egyelőre Ricardo Cunodát támadja, nem tudjuk tartani a tempót, de most majd itt jönnek az előzgetések, arra rámehetünk. 24. kör, a verseny felénél járunk. Vettel 12, Mik Schumacher 13. Úgy, és a overtake, gáz! 7 tizedről jövünk.
Hát az a baj, hogy Ricciardo meg Cunoda is ott csapatják neki, mint a gépezet, mint az őrület. Csökken az a távolság, egy jó féktáv. Azaz, és egy jó kigyorsítás, túrod neki, mint az állat, vad vagy. Conan a barbár, német verzióban. We have low battery. Hát igen, az... Yeah. Nincs előzés, sárga zászló. Mi történt? Egy karambol, valaki ott ki, ott valaki elhullott, tizedik helyen vagyunk, mi történt? Megint biztonsági autó! Delta positive. Mi történt? Valaki látta? Hát Mikkel nem megyünk ki. Az biztos. Vettel. Vettel. Hát most annyit válthatnánk, hogy felrakok egy másik közepest, hát ha végig bírja. De még a versenytáv fele hátra van. 32 körre írja. Hát nem tudom. Hogy állunk? Na nézzük, mi történt. Itt volt előttünk. Alonso! Új! Alonso verte telibe az Alfa. Mit? Romeót, igen. Azt a mindes... Igen. Az dír volt. Az dír volt. Az nagyon dír volt, viszont harvest. Harvest, konzerválod, harvestálod, babusgatod. Ezt mondjuk automatikusan is csinálhatná a játék. Az a baj, hogy nagyon egybe van a mezőny. Tehát ha Vettelt kihozom, tök utolsó lesz. We just need to charge up. Tehát egy nem hinném, hogy ki kéne hozni. Igen, Guan Yu Zhou-t talált a telibe, Alonso. Bottas elől van. Tehát én nem gondolnám, srácok, hogy ez így most jó. Tehát a... Hát, de mondjuk az is igaz, hogy vissza is zárkózhat, de... Így is a mezőnynek ez a része, ez kimarad végig most már. Ők most már kimaradnak végig. Keményeken. Vettelnek még mindenképp ki kell állni. Viszont az új... Igen, nem jó... Igen, ki kell jönni Vettellel. Tehát nekem még mindenképp ki kell állni, nekik meg már nem. Tehát hogy lehet, hogy jobban járunk, ha fölrakjuk mi is az utolsó gumit most. Most saját magammal átbeszéltem. Tehát, hogy föl kell rakni egy új közepest. Még így veszítünk a legkevesebbet. Box. Fölrakunk egy új közepest. Úristen, de intenzív ez így. Latifi elfékezte a safety car mögött, az szép. Okay, energy is good. Nagyon jó. A gót. Safety car will be in this lap. Safety car will be in this lap. In this lap. Copy. In this lap. Mik Schumacher a tizedik helyen. Gáz! Nem, még nem. Nézd meg, és hogy visszalassulnak! És gyerünk! Gyerünk, túrjad rá, Mik! Még nem szabad... De milyen jól csinálja Verstappen elől, nézd már meg! És most indul el! Vagy ne? Ha... Na, most! Az utolsó pillanatban indította el! Íj, és Stroll bejön Mick Schumacher mellé! Milyen kell legyen a belső ív? Azaz, nem engeded el! Azaz! Megvan! Good job! Good job, Vettel! 15! That's it. Úristen, de izgalmas, amúgy. So
We're happy to let these tires cool a bit. Copy. Ne most hűtsed, ne most hűtsed. Várjatok, a különbségeket nézzük. Így. Így, de be vagyunk ragadva, Seb. Gyerünk! Gyerünk! Ájjájjájjájjáj! Gyerünk, Mick! Gyerünk! Gyerünk, van eres, minden van, Mick! Meg kell előzni azt az ausztrál senki már, mint a kedves Ricardot! Tettel! Beteszed! Beteszed! Úgy is van! Úgy van agresszívba! Gyerünk, Mick! Gyerünk, Mick! Túrjad rá! Ott van a töltés! Minden, amit akarsz! Ájjájjájjájjáj! Milyen jó... Ugyanolyan gumikon van Ricardo előttünk, ugyanolyan élettartam. Ugyanakkor cserélt, úgyhogy ez erőből lesz ez a csata. Helyre rakva. Vettel. Magnussen üldöz ide egy másodpercen kívül egyelőre. Mick Schumacher mögött pedig Stroll a Haasszal. Az, aki kitúrt Mick Schumacher, az a Lance Stroll jön mögötte. Mindened van, Mick. Van energia. Energia visszatöltő. Mindened is van. Gyerünk, túrjad neki, kicsi. Kicsit begyorsítjuk. Leszakadtunk. Gyors az a McLaren, az a baj. Hiába túrja neki. Ez most nem előzési pozíció. 8-10. DRS is enabled. Bár, de ott a DRS! Ott, a, ott kettőt egyszerre! Gyerünk, kicsi! Gyerünk, kicsi! Apa figyel föntről! Mármint, nem, bocsánat, ez így nem jött ki jól, értitek, hogy mire gondoltam? Ez nagyon rosszul jött ki, bocsánat. Apa figyel otthonról! Íj, bassz meg, nem! Nem vízből csináltam, nem nevettem, ha feltűnt. De akinek ez lul, az... Nem igaz. Ez inkább uff, nem lúl, igen, bocsánat. Vettel. Magnussennel. Most ő van közelebb. Mick Schumachernek be van kapcsol az overtake, és még mindig annyi betörije van, hogy csak na. Azaz. Nyerünk, Seb! Végig kell bírni ennek a közepesnek, szebben lassan vissza kell vegyük ezt a tempót. Na most csutkázzad rá. DRS, ERS! Ugye ismerjük a viccemet. Nem, kevés. Kevés. Hoppá, kicsi! Nyomjad, kicsi! Nyomjad, kicsi! Nincs hely! Nem engeded, belső íved van, nem engeded el, belső íven vagy, kicsi! Úgy van! Úgy van! You did a good job. Mick Schumacher 9. És Vettel is előzött. Vettel is megcsinálta a célegyenesben. Igen, erről beszélhetünk, hogy az ERS-ben mi a különbség az overtake, a defend és a deploy között, miközben mind a három ugyanannyit fogyaszt, nem tudom. Tekintve, hogy az overtake-re előzést jelent, a defend védekezést, a deploy meg deployációt,
Nem tudom. Az időzítése? Máshogy mozgatja a kocsit. De a deployt akkor mikor kell használni? Mert az overtake-et meg a defendet értem. De hogy amúgy... Igen, az az időmérős, a deploy. Deployt, amikor légüresbe mész. Igen, az mondjuk logikus, igen. Igen, igen, igen. De úgy csináltam, amikor Mik légüres térbe ment, de igen. Szóval csak ez kérdés volt a chatbe, és gondoltam, akkor már beszélgessünk erről egy hangosat. De nézd meg a kicsit, nem tud leállni. Ott van az Aston mögött már. Hát Fettel, ezt vissza kell vegyük az attakot. Okay. Amúgy menjünk overtake-re, hát ugorjad neki. Már Fettellel pont, hogy deployra kéne akkor menni. So use energy if you need it. Yeah. Úristen, milyen vonat van itt. Norris föltart mindenkit. Jó, Fettel is fölzárkózott. Mehet a neutrál. DRS vonat van. Gyerünk, kicsi! Milyen izgalmas ez a futam, amúgy sírsz! 0%-nál inkább nyomjak Harvestet. Jogos. De így is úgy is visszatöltődik az első féktávon. Nem akarok kiesni a ritmusból, ha Harvestre állítom, attól félek csak. Fettele, vissza kell vegyük a tempót. Drop back a bit. El fognak használódni azok a gumik. De hihetetlen küzdések mennek. Hogyha egy ilyen hosszú a stream, hát verseny van! Nézzük, mennyit hozott! Most kell overtake-elni, kicsi! Most küldjed rá! Azaz! Edd meg őket reggelire! Á, elfogyott. Gyorsíts alá! Nem volt jó a kigyorsításunk. Doing a good job, keep pushing. Íj, Russell közben meg megjön hátulról. Az gyorsabb az a merga. Wow! Hát az ilyen az a személygépjármű. Csak most menni kell Russell-lel, kicsi, most ne engedd el! Fettel is leszakadt egy kicsit. Már nem tudja úgy nyomni. Most nagyon lemaradtunk. Megnyitik a téridőkaput, megnyitjuk. Fettel esik hátra. Gyerünk, visszahozod, azaz! Várjál, hopp! Ki kellett jönni még a boxba nekik tényleg? És nem tudtak elég előnyt kiépíteni, top 7! Hó, te kicsi! Várja, kicsi elment Russell mellett is, mit csinál Mick Schumacher? Visszaveszi a pozíciót! Meg van őrülve! Hát nézd meg, ha bolond! Ott szépen megjött külső ívről az 1-es-2-esbe, és legyorsulja a mergát!
hihetetlen, ami történik ezekbe a körökbe. Édes Istenem! Alonso Vettel csata megy. Na jó. Strategy. Tegyük oda kicsit, mert 6 óra van. Bocsánat, srácok, nagyon késő van. Kicsit meg kell pörgessem. Schumacher 5! Ez hülye, bazd meg! Ez bolond! Mit csinál? Tsunodát is megelőzte. Szevasz! Szoszkovics! Szoszkovics János vagyok. Kész, kikerülés. Schumacher 5 Vettel. Igen, ott a gumikra kell vigyázni. Sebastiano. Diplojoltam egy kicsit Mikkel. Úgy hát, hogyha el tud szakadni. Tsunodától. Gumikból lassan vissza kell venni. Schumacher Gaslyt üldözi. De nem tudom nézni, nézd meg, hát hülye teljesen. Hát nem tudom nézni, ha nem tudom pörgetni, ha bolond. Use overtake. Copy. Nem tudom pörgetni, mert meg van őrülve Mick Schumacher. Jó, hátul Harvest. És még Harvest-tel ki fogja kerülni. Overtake. Gáz kicsi. DRS, az jön is be. Mi történik? Jön a boxba. Mick Schumacher 4. Őrület, ami történik közben. Az élen is brutális, ott Leclerc-t meg Perezt érdemes nézni. Mick Schumacher, kicsit vissza kell vegyünk. Kicsit vissza kell vegyünk, a gumit életbe kell tartani a végéig. Sok van még hátra, 13 kör. Kicsit diplojolj, próbáljunk elszakadni Tsunodától. 2 másodperc már így is az előny. Vettel után jön Verstappen, az őrületes bringagép lesz, tehát az kijelőz simán. Az igazság, azt kár is küzdeni. Mick Schumacherre kell most nagyon figyeljünk. Diploj elfogyott. Jó, Ricardo nagyobb tempóval fog jönni mögöttünk. Kicsit jobbak a gumijai. Édes Istenem, hát megőrülök. Nem jó. Tsunoda meg Ricardót előzgeti egymást. Az teljesen jó. Addig kéne harvestelni, amíg ők előzgetik egymást. 1,4, Ricardo 1,3, 1,2, nem tudunk harvestelni. Ricardo nagyon jön most, Mick Schumacherre. Alonso a semmiből, ott őrület, ami ott megy. Vettel mögött Ocon. Hát az a gumi, az nagyon el fog fogyni Vettelnél. Schumacherre jön Alonso, az kikerüléses, igen. Opá, Mick 2-t vesztett. Ott Mick elronthatta. Vissza kell jönni, kicsi. Használd ki, hogy előzgetik egymást. Gyerünk! Az a baj, Verstappen jön mögöttünk, rakéta üzemmódba. Igen. Á. Jó, hát Verstappen még vissza fog jönni. A cél a pontszerzés. Vettel mögé megérkezett Ocon. Az a baj, 4-10, de Vettellel nem tudok pusholni. Vettellel vissza kell venni még így is, mert elfogynak a gumik Vettelnél. Vettellel nem lesz pontszerzés, azt eltaktikáztam. Mikket megelőzi Tsunoda, azt viszont nem kéne hagyni. Nem, várjál, nyugi. Célegyenesbe visszahozzuk.
Milyen gumim van, aha. Mikkalol is el fognak fogyni azok a gumik, az a baj. Itt nagyon necces lesz a vége. Itt már nem tudok mit csinálni, ez gumi. Gumi, gumi. Három kör. Russell kiáll. Hát igen, azt Vettelt már megette a szar. Copy. Is it working, what we're doing? Még itt Schumival kell. Yeah, if I push more, I feel the rears. Igen, tudom, hogy szarok a gumi. Igen, tudom, Mik. Utolsó kör. Gyere! Gyere, kicsi! Ah! Gyerünk! Do everything you can, mate. Copy. Azaz! És még egy kör. Ó, te! Nullosak a gumiai Miknek is. Jó, középső szektor. Nem engedheted ott be! Áááá! Most pussolj, overték! Gyerünk, kicsi! Jó, utolsó kigyorsítás. DRS, gyerünk Mik. They'll come to us. Á, nem jól gyorsított ki. DRS, RS, gyerünk a célvonalig! Nem. Nem baj, pontszerzés. Az első pontszerzés. Thank you, Mik. Thank you. GG. Hát így is hihetetlen. Hát a második legrosszabb autóval. Amennyire az első futam szar volt, és szenvedős, ez hihetetlen volt ez a verseny. Mik Schumacher! Az első pontszerzésünk. Ez zseni volt. Cinematic beakadt, nem baj. Aston Martin having an extremely good day. Hogy örülnek? Yes, there's definitely Jóskáik, hogy örülnek. This team can take anything that's thrown at them and come through even stronger. Hát ez zseni volt. As this race weekend comes to a close, the team is eighth in the constructor standings. And for the next round, Formula One is heading down under. Exciting. Na. Ott van Mik Schumacher, 10 helyet jött előre. A nyolcadik. Hát Vettelnél elfogyott a gumi, ott túl sokáig pusoltam a közepest, az én hibám volt. De Mik az? Az igen. És ezzel ott is vagyunk, 4.11. a Driver Championship-ben, és ott van a vezetőség által kért 8. hely. Hú, de jó érzés volt ez. Köszi a GG-ket, srácok. Ez rohadt jó volt. Jó, pénz. Pész. Nagyon jó. Na, srácok, 7:15, 45 perccel. Túl vagyunk itt a dolgokon. Úgyhogy gyors sorsolunk egy kódot köztetek, és húzunk a vérbe. De nagyon jó, imádom. Na, azt mondja, hogy egy giveaway 5000 F1
Manager. Ott felkiáltó jel enter, menjen, mert egy percet kaptok. Felkiáltó jel enter, PC-s kódot sorsolunk, pörgessétek. Na, amíg pörgetitek, nekem nagyon tetszik a játék, jövő héten folytatjuk. Még ki kell tapasztalnom így tök őszintén, lehet, hogy senkit nem érdekel, hogy hogy lehet ezt jól streamelni, hogy haladjunk is, nyilván 50 kört nem nézünk végig, mert az 2 óra, tehát hogy majd meglátjuk, hogy 3 futam belefér-e egy streambe, mint az F1-nél. Most nyilván itt 2-t toltunk le, de sok időt kellett eltölteni ugye a fejlesztésekkel. Hogy komment... Szóval még nekem ez nagyon új dolog, ez a Forma 1 menedzser, hogy F1-et kommentálni, menedzselni, strategizálni. De nagyon sokan itt voltatok, úgyhogy remélem, hogy tetszett annyira a játék, hogy itt lesztek jövő héten is legközelebb. Közben a giveaway-t akkor le is zárom. És a nyertesünk nem más, mint Atina 95. GG! Atina, kérlek írj, hogy itt vagy, hogy gyönyörű vagy, hogy csodálatos vagy, és Hirx privát üzenetben már küldi is neked a Steam kódodat. Remélem örülsz neki, jó helyre kerül, és ezerrel fogod csapatni a játékot. Atina, ja várjál, Hirxnek leírom a nevedet. Atina 95. Itt vagy, nagyon jó. Hát gratulálok a nyereményhez. Twitch privát üzenetben Hirx fölkeres, küldi a kódot, be is válthatod és csapathatod álmaid Forma 1-es megváltását. Jó szórakozást hozzá. Gratulálunk. Nagyon-nagyon szívesen neked. Srácok, nincs érzelmes elköszönés, könnyes búcsú, szerelem és viccek. Megyek gyereket fürtetni. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb. Ja, mi hány negyed hét? Még vacsorázunk, aztán majd utána. Még beleférünk. Srácok, jó hétvégét? Péntek van? Péntek van. Menetrend frissül, videó lesz. Ráadásul F1 montázs lesz, ha Félix elkészül vele. Úgyhogy még a videó is F1-es lesz a főcsatornán. Megyek aszma gyógyszerért. És... jövő héten találkozunk élőbe. Ennyi. Elmondtam mindent? Kövessetek bárhol. Csak ne a valóságba. Szevasztok, srácok. Köszi a figyelmet. Hoppá!